tartalék. Idén már felélte az emberiség a Föld ezévi tartalékait. Egyéni életmódváltásra és politikai szemléletváltásra van szükség. Mérleg. Fél éve számvetést készített a kommunikációs miniszter és a határon túli románokért felelős tárca nélküli miniszter. Szerintük sikeres volt az elmúlt 6 hónap. Útépítés. Kicsiben és nagyban. 30 km autópályát adtak át, máshol csak egy utcát, de az is fontos. Köszöntöm Önöket, kezdjük a híradót. Folytathatja útját az Európai Bizottság felé a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés. Az ellenőrzést követően a tagállami hatóságok hitelesítették a szükséges számú támogató aláírást. Lezárult a támogató aláírások ellenőrzésének folyamata az Unió mind a 28 tagállamában. A nemzeti hatóságok az összegyűjtött 1.320.246 aláírásból 1.128.385-öt fogadtak el hitelesnek. Továbbá azt is igazolták, hogy a 7 kötelezőt meghaladva 11 tagállamban sikerült elérni a szükséges támogatói küszöböt. Ezek az országok Románia, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Lettország, Spanyolország, Dánia, Horvátország, Szlovénia, Litvánia és Olaszország. A kezdeményezők egyelőre azonban kivárnak a dokumentum benyújtásával. Terveink szerint a támogatásokat az európai parlamenti választások után fogjuk begyújtani, hiszen az a célunk, hogy létrejön egyrészt egy új kritikus tömeg, amely támogatni tudja az európai kisebbségek ügyét a parlamentben, másrészt meg felálljon az az új bizottság, amely kedvezően áll hozzá a kezdeményezéshez és elfogadja azt. Ezért is fontos számunkra, erdélyi magyarok számára, de akár az egész európai kisebbségi közösség számára ez az európai parlamenti választás. Az európai polgári kezdeményezések történetében 70 közül a Minority Safe Pack csupán az 5., amely eljutott eddig a szakaszig. Idén minden eddiginél korábban, már augusztus 1-én elérkezik a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban már elhasználta a Föld lakossága azt az erőforrás mennyiséget, amelynek egy évre kellett volna elegendőnek lennie ahhoz, hogy a bolygó megmaradhasson jelenlegi állapotában. Már 1970-től kezdődően az emberiség több erőforrást használ el, mint amennyit a Föld újra tud termelni, de míg 1975-ben december 23-án merítették ki az egy évre elegendő erőforrásokat, az idén ez már augusztus 1-ére esett. Egyre világosabb, hogy amennyiben nem teszünk semmit a folyamat ellen, igen komoly válság elé néz a Föld lakossága. Borbély László, a romániai fenntartható fejlődési ügynökség vezetője szerint mindannyian oda kellene figyelnünk a jelenségre. Csak oda kéne figyelni, hogy ezeket a meglevő erőforrásokat hogyan használjuk. Távol vagyunk még attól persze, hogy nagyon tudatosan ezeket alkalmazzuk, de meg kell mondanom, hogy a társadalom szintjén, az emberek szintjén nagyon jók a visszajelzések. Inkább a probléma az, hogy ezt próbáljuk olyan programba felmutatni, hogy akkor a politikusok is, azok, akik döntéseket kell hozzanak, megváltoztassanak bizonyos folyamatokat. Szakemberek szerint a jelenlegi állapot visszafordítható, ehhez azonban globális politikai akarat szükséges. A politikai intézkedések messze hatékonyabbak, mint az egyéni szintű erőfeszítések. A húsfogyasztás 50%-ának helyettesítése vegetáriánus étrenddel például 5 nappal tolná vissza a túlfogyasztás napját, az épületek energiahatékonyságának növelésével és az ipari termelés terén bevezetett változtatásokkal 3 hetet, az emberiség ökológiai lábnyomának jelentős hányadát kitevő széndioxid kibocsátás mértékének felére csökkentésével 3 hónapot lehetne nyerni. Központi adatfelhő létesítését tervezi Bogdán Kozsó Káru távközlési miniszter. A politikus a mandátuma első 6 hónapjában elért eredményekről tartott sajtótájékoztatón számolt be tervéről. Sikeres volt az első fél év a távközlési minisztériumban, véli Bogdán Kozsó Káru tárcavezető, aki a megvalósításokat soroló adathalmazok mellett a tervekről is beszélt. Ezek közül talán a legfontosabb a kormányzati adatfelhőnek a létrehozása. Ez megoldhatja az egyes minisztériumok számítástechnikai gondjait, amelynek a legjobb példája az egészségügyi kártyákat nyilvántartó rendszer gyakori meghibásodása. Ne dorim,
Azt szeretnénk, ha ez a kormányzati adatfelhő megoldaná azokat a gondokat, amelyeket biztosan sokan ismernek, mégpedig az egyes közintézmények által működtetett rendszerek karbantartását. Ezeket eddig elszigetelten kezelték a közintézmények. Meg szeretnénk szüntetni ezeket a szigeteket, egységesen szeretnénk fellépni, és hogy a központi államaparátus minden intézménye részesüljön a rendszerből. Kozsokáru hozzátette, az adatfelhő létrehozása nem csupán a működési gondokat orvosolja, de a 45 millió eurós beruházás hosszú távon jelentős megtakarítást is jelent az államnak, az egymást átfedő alkalmazások kiiktatásával. Lehetővé teszi a központi hatóságoknak, hogy csatlakozzanak egy korszerű platformhoz, amely megkönnyíti, összeköthetővé és egységessé, valamint biztonságosabbá teszi az egyes informatikai rendszereket. Csökkennek a költségek, és lerövidül a megvalósítási idő. A beruházás részben uniós támogatásból valósul meg. Mandátuma első 6 hónapjának eredményeiről és terveiről számolt be Natalia Intotero, a külhoni románokért felelős tárca nélküli miniszter. Folyamatosan a figyelmük központjában van a külföldön élő vagy külföldre költözni szándékozó román állampolgárok felvilágosítása, mondta. 3200 román nyelvű könyvet osztottak ki az első osztályos tanulók között a Moldvai Köztársaságban, továbbá 1000 ösztöndíjat kaptak ukrajnai román nemzetiségű diákok az első fél évben, számolt be a megvalósításokról Natalia Intotero, a külhoni románokért felelős miniszter. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a külföldre költözni szándékozó román állampolgárok nincsenek tisztában a jogaikkal és kötelezettségeikkel, ezért kampányt indítanak Felvilágosítás itthon, biztonság a világban címmel. Arra törekszünk, hogy minél jobban felvilágosítsuk azokat az állampolgárokat, akik külföldre szeretnének utazni, ott szeretnének dolgozni vagy élni, mindezt együttműködésben a határon túli szervezetekkel, a román parókiákkal, a diaszpórában működő román sajtóval, ezeknek az információknak minél hatékonyabb szórása érdekében. Natalia Intotero azt is elmondta, hogy a külhoni román szervezetek 24 projektjének a finanszírozását vállalták fel összesen 1 millió euró értékben. Közel 30 kilométernyi autópálya szakaszt adtak át tegnap este a forgalomnak Nagyenyed és Torda között. Ez része a Szászsebenst Tordával összekötő mintegy 70 kilométer hosszú strádának. Ezeket a drónos felvételeket a munkálatok ütemét követő Proinfrastruktúra Egyesület tette közzé. A Szászsebest-Torda autópálya harmadik és negyedik szakaszát adták át a forgalomnak. A harmadik Nagyenyed és Marosdécse közötti szakasz hossza mintegy 12,5 km hosszú, a negyedik Marosdécsét-Tordával összekötő szakasz kevéssel több mint 16 km. A közel 30 kilométeres szakasz az Észak-Erdélyi és a Dél-Erdélyi autópályát összekötő Torda és Szászsebest közötti mintegy 70 kilométeres autópálya része. Ennek első két szakasza hozzávetőlegesen 50%-ban készült el. A most átadott 30 km út az autópálya kezelőtársaság közlése szerint összesen 890 millió lejbe került. Több műépítész is megméretkezne a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által meghirdetett műépítészeti tervversenyen, amelynek tárgya a Marosvásárhely főtéri arculatának megváltoztatása. A pályázat egyik célja az autós forgalom részleges vagy teljes kizárása a város központjából. Tucatnyi műépítészt vezetnek végig Marosvásárhely főterén. A csoportot a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának munkatársa vezeti, de jelen van Keresztes Géza műépítész is. A város főterének jelentősebb épületeit, szoborcsoportjait, valamint a nagyobb útkereszteződéseit mutatják be azoknak a műépítészeknek, akik részt vennének a városvezetés által kiírt tervversenyen. Ennek a célja egyértelmű. A célunk a városlakók felé fordulni, illetve az autós forgalom kivezetése vagy korlátozása. Több okból kifolyólag. Egyrészt szennyező, másrészt negatívan érinti a központi városképet, amely történelmileg rendkívül gazdag. Nem utolsó sorban vissza szeretnénk adni a főteret a gyalogosoknak. Ehhez azonban figyelembe kell majd venni azt is, hogy a város főbb intézményei a központban csoportosulnak. Olyan megoldásokra van tehát szükség, amely nem gátolja ezek gördülékeny működését sem, hangsúlyozta Keresztes Géza. Gyakorlatilag itt csomó minden kereszteződik, tehát egy csomó ember jön a polgármesteri hivatalhoz, a megyei tanácshoz, és akkor ezeknek parkírozó helyet kell biztosítani, a közszállítást meg kell oldani, és ezek a kérdések ugye feltevődtek, s hadd lássuk, hogy akkor most milyen megoldásokat találnak majd a pályázók.
A város főterének az arculatváltoztatása azonban nem egyszerű feladat. Az egyik pályázó műépítész híradónknak azt mondta, bár közigazgatási szinten évek óta beszélnek a főtér lezárásáról, mégsem történt semmiféle előrelépés az ügyben. Úgy véli, szemléletváltásra van szükség. Más megközelítésből kell nézni a dolgokat, nyissuk meg a központot. Miért ne lehetne biztonságosan közlekedni autók nélkül a főtéren a gyerekeinkkel? Mi több a gazdasági egységek között lehetne ezt megtenni, és örülni a hely történelmi jelentőségének. Én úgy látom, hogy a központot ezzel megnyitnánk és nem lezárnánk. Marosvásárhely főtéri arculatának a megváltoztatása egyébként a város központjába tervezett főtér alatti parkoló miatt került ismét napirendre. A helyi önkormányzati képviselők idén februárban hagyták jóvá a központi mélygarázs megépítésére vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat, de még mielőtt a kivitelezés elkezdődne, szükséges a főtér felszíni átalakítása, ezért hirdette meg a városvezetés a műépítészeti tervet. Az RMDSZ kiemelten kérte, hogy az arculati módosítás során a város főterének műemlék jellege ne sérüljön. Megnyitották a Zsögödi Nagy Imre utcát Csíkszeredában a közúti forgalom előtt, de tennivaló akad bőven továbbra is, a felüljárós útkereszteződésben még zajlanak a munkálatok. A felújítást 2016 őszén kezdték el, miután korábban már lefektették az új vízvezetéket és kiépítették a szennyvízhálózatot. Elkészült az új utcai gázhálózat, és földbe helyezték az elektromos vezetékeket is. Most már az utca teljes részén végig lehet hajtani mindkét irányból, viszont a felüljáróval ellátott résznél figyelni kell, mivel ez nem képezte a mostani felújítás részét. Itt csak most készítik elő ennek az aszfaltozását. Az utca alsó részén a szűk hely és a sok autó miatt torlódás és baleset veszély is kialakulhat. Lehetőségek szerint tudtuk ezt az utca, azt az útszakaszt kiépíteni. Azt kell tudni, hogy ezzel párhuzamosan még Zsögödbe két utcába folyik munkálat, ezért a lakók onnan az autóikkal kijöttek, hiszen nem tudnak bemenni, ezért úgy tűnik, hogy túl zsúfolt az utca alsó szakasza. Én azt mondom, amikor az utcák befejeződnek, és a lakók beköltöznek az autóikkal is az utcákba, akkor más lesz a helyzet. Szőke Domokos alpolgármester szerint a szűk utcának egyben forgalomlassító szerepe is van, így arra ösztönzi a vezetőket, hogy jobban figyeljenek a közlekedésre. Hozzátette, amennyiben a lakók úgy érzik, hogy szükség van arra, hogy az út egyirányú legyen, és kéréssel fordulnak az önkormányzat fele, azt mindenképpen megtárgyalják. 8. alkalommal szervezték meg a nyári élménytábort a Bölcsdiákok Országos Vetélkedőben legjobban teljesítő fiataloknak. A jutalomkirándulás résztvevői a túrázás mellett kémiai kísérleteket végeztek, kommunikációs stratégiákat sajátíthattak el, és természetesen a szórakozásra is volt alkalom. Ez a tökös menet. Egyszerre csak egy jár, és a játék közben így beszélgetünk. Éppen egy stratégiai játék szabályait tanulják a diákok, mindezt mobiltelefon és internet kapcsolat nélkül. Vannak, akiknek nem ismeretlenek a tábor szabályai, a középiskolás évek alatt ugyanis többször vettek már részt a Bölcsdiákok táborában. A Kommunitás Alapítvány idén 8. alkalommal szervezi meg a Bölcsdiákok Országos Szintű Vetélkedő Nyári Élménytáborát. Ez egy egész tanévet felülelő vetélkedő, és a legjobb 15 csapat vehet részt idén az élménytáborban. Az egy éven át tartó verseny célja a tanulással egybekötött szórakozás. Saját nemzeti értékeik mellett idén más kultúrák, kisebbségek sokszínűségét ismerhették meg a diákok. Az elmúlt tanévben nagyon sokat készültek a nyertes Griffendél csapat tagjai. Vezető tanáruk szerint valamennyien megérdemlik a pihenést. Maga a tábor megszervezése már egy nagyon hasznos dolog. Egy hosszú év után a sok tanulás és a verseny is azért megviselte a gyerekeket, szellemi szempontból, nem más szempontból. Egy olyan környezet, ahol akár gyerek, akár felnőtt teljesen feltöltődik. A diákok egy egész tanévet felülelő verseny felkészülési időszakát pihenhetik ki ilyenkor, de a pihenés mellett szívesen tanulnak minden nap valami újat is. Nekünk személy szerint nagyon tetszett, sok színes feladat, kihívásokkal tele, azelőtt szerintünk eszünkbe se jutott volna ilyesmi, hogy újságszerkesztés, szappanfőzés, videóvágás, meg hasonló. A táborban 15 csapat vesz részt, illetve az örökségünk őrei vetélkedő egyik nyertes csapata. A kulturális kalandképzőn, amelynek első díjazottja a Nagyenyedi Betlehem Gábor kollégium csapata lett, összesen mintegy 400 diák vett részt.
Első alkalommal szervezték meg Kovászna megyében az Orbai Széki Forgács Fesztivált. A rendezvény középpontjában a népi mesterek, illetve mesterségek álltak. Simára vágja a fa kérges részeit Szőke Tibor, még a satú szerepét betöltő kis szorító is fából készült. Évszázadok hagyománya elevenedik meg itt, a mesterség pedig tovább él, csak akarat kell hozzá, mondja. Két ember sikerült betanít, csak egy pontosan úgy dolgoznak, amint én dolgozom. És ez nekem nagy öröm. Néhány méterrel távolabb egy másik faragómester faállatokat készít, ezeket egymás mellé sorakoztatja fel, de a hegedű hangja is a pontos vágástól, véséstől lesz kiváló, ehhez pedig több éves gyakorlat kell. Abba, hogy miként lesz az élettelennek tűnő fából élő muzsikaszó, a Forgács Fesztivál adta meg a leggyakorlatiasabb választ. Orbai szék a kezete óta Székelyföld alkotó része, alkotó eleme, és itt még inkább, mint máshol talán itt a fából éltek, hiszen több mint 200 évvel ezelőtt is azt írták egy felterjesztésbe, hogy nekünk csupán csak fából van minden élő okunk. Ezért igazán fontos az, hogy a fáról szól a rendezvény, a fa megmunkálásról, fából származó termékekről. A fesztivál központjában azok a népi mesterek álltak, akik napjainkban is űzik hagyományőrző tevékenységüket. Hármas célja van ennek a rendezvénynek. Elsősorban éltetni, ápolni, kinyilvánítani, megmutatni azokat az értékeinket, amelyeket őseink ránk hagytak, és amelynek továbbadásában úgy gondoljuk, hogy kötelességünk van. A polgármester szerint ehhez kell társuljon a térségi öntudat erősítése, valamint az országban egyedülálló program biztosítása a turistáknak. Az első Forgács Fesztiválon 3 koncertet szerveztek, 4 néptánc csoport és 4 fúvós zenekar lépett fel, 13 népi mester, valamint 22 helyi termelő mutatkozott be. A rendezvény több mint 5000 látogatót vonzott. A hétvégén tartották Gyergyóalfaluban a művészetek éjszakáját. Az érdeklődők több száz képzőművészeti alkotást tekinthettek meg, illetve találkozhattak a művészekkel is. Összesen 7 helyszín csatlakozott a rendezvényhez. A barokk trió fellépésével kezdődött a már második alkalommal megszervezett művészetek éjszakája Gyergyóalfaluban. Az éppen zajló 14. Vadárvácska alkotótáborban résztvevő képzőművészek is Alfaluba jöttek erre az éjszakára, így a művészetek iránt érdeklődők találkozhattak, beszélgethettek velük. És ezért is találták ki legelőször a múzeumok éjszakáját, és jól meg bejött ez az üzleti fogás, ez a menedzseri ötlet, mert úgy látszik, hogy az emberek szeretik a változatosságot, és amire nincsen idő nappal, szorítnak időt éjszaka. És amire nincsen kedve az embernek nappal, lehet, hogy kedve van éjszaka. Ez egy évre is érvényes. Mint mondta, ha délután lett volna a rendezvény, sokkal kevesebben jöttek volna el. Az éjszaka folyamán több tárlat várta a képzőművészetek kedvelőit, 7 helyszínen több mint 300 alkotást, helybéli művészek munkáit, valamint a Vadárvácska alkotótáborban készült alkotásokat is megtekinthették. A művészetek éjszakáján a galériák addig tartottak nyitva, amíg látogatók voltak. 24 órán keresztül kerékpároztak és futottak, sporthírekkel folytatjuk. Megkezdődött a jégkészítés a Gyergyószent Miklósi műjégpályán, így holnaptól már jégen készülhetnek a jégkorongozók. Az elmúlt hetekben javításokat végeztek a csarnokban, a lelátókon, az öltözőkben, valamint a szennyvízhálózaton is dolgoztak. A jégpálya működtetője továbbra is az önkormányzathoz tartozó VSK, viszont a jelenlegi javítások költségeit a Gyergyói Hoki Klub állta. Múlt szombatra kalákát hirdettek meg, amelyen a klub közleménye szerint a vártnál kevesebben vettek részt, de a munka jól haladt. A jó állapotban lévő székek legnagyobb részét visszaszerelték, helyükre kerültek a gumiszűnyegek, az öltözők padjainak festését is elvégezték. Voltak, akik a bejárat előtt a csatornázás javítása miatt felásott szakasz helyreállításán dolgoztak. A héten még 1000 új szék érkezik, ezek kerülnek majd a sérült ülőalkalmatosságok helyére. Munka van még a csarnokban, de az első mérkőzésekig, amire augusztus végén kerül sor, minden a helyére kerül, derült ki a klub közleményéből.
Idén második alkalommal szervezte meg a Mures Runners Egyesület a 24 órás futó- és kerékpározó versenyt a marosvásárhelyi Somostetőn. A versenyzők szombaton 10 órakor rajtoltak, és vasárnap 10 óráig rótták a köröket. Sem kerékpározásban, sem futásban nem sikerült a címvédés a Marosvásárhelyen második alkalommal megszervezett 24 órás versenyen. A futók között a petrozsényi születésű Hajnal Róbert teljesített a legjobban, 194 kilométert és 400 métert futott 24 óra alatt. Hajnal ez alatt alig 30 percet pihent. A kerékpárosok közül a mezőbergényei Málnási József Attila, a Bike Expert csapat kerekese bizonyult a legerősebbnek, ő 421 kilométert tett meg 24 óra alatt, és mindössze 38 percet pihent. Utóbbi elmondta, az év eleje óta készült arra, hogy megnyerje ezt a versenyt, miután tavaly 12 óra után feladta. 39 kör alatt, 30 kör az olyan nagyon jó volt, olyan jól éreztem magamat. De van egy ilyen 5-6 kör után mindig van egy olyan kör, ami nagyon nehéz. Lehet kettő is. De az a két kör alatt, meg kell nyugtasd magad, és meg kell mondd magadnak, hogy ez csak egy kör vagy két kör, ezt ki kell szenvedni, aztán jön a többi, ami jobb lesz. Az indulók között hölgyek is voltak a futásban, akik több férfi versenytársukat megelőzték. Futásban Fazakas Biborka a tizedik lett összetettben, az 52 induló közül, kerékpározásban Junico Oprea a 11. helyen ért célba. A versenyzők dolgát az időjárás nehezítette, rendkívül sáros pályán kellett fussanak, illetve kerékpározzanak. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!